A Múzeumok Mindenkinek program országos rendezvénysorozatához ebben az évben is csatlakozott a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma, mely a változatos és érdekes programokat egy családi nap gondolatköréhez kapcsolta. Egy kis kiállítás, amely mellett állunk, ez mondjuk Kazinczy Lajos is emlékezete, vagy inkább Kazinczy Lajos és a Magyar Szabadságharc című kiállítás lehet. Ebben a kiállításban 48-as fegyvereket, egyenruhát, hadipénztárládát mutatunk be, illetőleg Kazinczy Lajossal kapcsolatos dokumentumokat. És most is folyik a Szalmavár építő verseny, amelyben nyilván gyerekcsoportok is részt vehetnek. A falvédőknek nyelvi vonatkozásuk is van, mivel feliratokat tartalmaznak, és ez nagyon sokak számára ismerős lehet. Én is emlékszem még, hogy nagymamám konyhájában ott volt egy falvédő a felirattal, hogy az én uram csak a vizet issza, nem is síromlánságomat vissza. Tehát mindenkiben nosztalgia érzést kelthet az, hogyha meglátja ezeket a falvédőket. A fiatalabbakat egésznapos játszóház, népi játékok várták, de nem utolsó sorban egy erdőbényei fafaragó, autentikus naturfából készült, megvásárolható játékai. Először ugye kicsiben, kisebb darabszámban, és akkor utána így kiteljesedett a dolog, és akkor így főleg így a pultról látszik, inkább a fajáték irányába indult tovább ez a mesterség. Délután a hagyományőrző népdalköröké volt az előadóterem színpada. A fellépők között először szerepelt a Kárpátaljáról érkezett Técsői Arany Ősz Művelődési Egyesület. Dr. Veres László történész a nap fő gondolatkörének megfelelően a Kazinczy családról és legifjabb fiáról a 15. aradi vértanú Kazinczy Lajosról beszélt. Itt született Széphalomban 1820. október 22-én. Kazinczy Ferenc és Török Zsófia 8. gyermeke. Én azt hiszem, hogy megszületés egy biológiai csoda, mert édesapja Kazinczy Ferenc ekkor már elmúlt 61 éves, édesanyja pedig 42 éves volt. A család már elszegényedett, de a szülők igyekeznek azt a nevelést biztosítani, ami az ő tudásukból fakad, és ami a társadalmi rangjuknak megfelelő. Az egésznapos program jó hangulatát fokozta a helyben készült ételek kóstolása épp úgy, mint a családi szalmabáb készítő verseny, vagy a pogácsa sütő verseny nemes vetélkedése is.